látod a tesetiket, látod az előzetesetiket. Hol a tervezetek? Jó van. Ez mi a felrendőrség? Figyeltek, megvagyunk, ugye? Jössz te is? Zatokkal? Tisztelt vendégeim, tisztelt hölgyeim és uraim! Az 1100 éves honfoglalását ünneplő Magyarország Sóskuti ünnepség sorozatának egyik kiemelkedő eseménye az Európa Nap, az a folklórfesztivál, amely ugyan egy nagyon nagyszerűen kiépített lovas centrumba került volna megrendezésre, de sajnálatos módon vagy örömünkre, vagy bánatunkra az időjárás ebbe, inkább a sportnak szánt épületbe zárt be mennünket. Thank you.
Donyeszer szóban Pekru, a Milu Holubics. Vitajte, mladý pár, abyste mali život taký sladký, jak je tento máš. Yeah.
Árva Vince neve még nincs a táblán. Ma mutatja be bemutatkozó nagymiséjét templomunkban. Thank you.
ez az olvasmány számomra egy életre elhatározó volt. Mert ettől kezdve lelkemben az Úristen fölébresztett a hivatást, hogy boldog ősnyív nyomdokaim haladva éljen be az életemet Isten dicsőségére és az emberek javára. És ha végignézek 37 éves papi életemet, hosszú nagy idő, elhálálhatok a Jóistennek, először azért, mert nagyon-nagyon sok szív dolgot bízott rá, és az ő segítségével meg tudtam oldani az elmúlt időszak sokszor nagyon nehéz körülményei között is. A Szentlélek mindig megadott egy gondolatot, amelyel meg tudtam oldani, de jobban meg tudtam világítani a kérdést, és az illetékesek igazat adtam, segítettek munkámban. Mindig Isten dicsőségét, egyházunk javát és hazánknak előrehaladásán, másképp is fogalmazhatnám, a reál bízott népnek lelki és anyagi, testi javát szolgálta. Ide is ezzel a tiszta, őszinte jó szándékkal jöttem, hogy a pirisszápolyaknak segítségükre legyek, úgy a lelkiekben, mint a más szellemi élet. Azt nem mondhatom, hogy az anyagiakban is, mert hisz az egyháznak nincs arra lehetősége, bár sose lehet tudni. Az elmúlt 4-5 évben nagyon sok felé, nagyon sok szegénynek tudtam segíteni, nem a magaméból, hanem elsősorban Hollandiából kapott segélyek szétosztásával. Igaz, azóta már a hollandok azt mondják, szabadok vagyunk, függetlenek, dolgozunk és írjuk meg kezünk munkáját.
nagyszerű úrnak, Mária Osztrán, a nagy boldogasszonyi búcsú, akiknek ott innen származó rokonaik voltak. Azért mondom, hogy voltam, mert azóta már meghaltak, eltávoztak a földi életből, de nagy szeretettel gondolom rájuk is. Nagyon hűséges templomba járó, nagyon rendes, jó emberek voltak. Tehát megkezdtem az itteni szolgálatomat, mert ez a legjobb kifejezés. Szolgálni Istenemet, egyházamat és a rám bízott lelkeket. Nagyon nehéz. Azt gondolom, mindenki érzi ezt, látja. Hisz az egész társadalom, amelyben élünk, eltávolodott az Istentől. És az emberi természet nagyon furcsa természet, mert olyan könnyen hajlunk a rossz felé, de olyan nehéz a jót választani, hát még meg is tenni. Rossznak lenni nem nehéz, de komoly erőfeszítés kell ahhoz, hogy jó legyen, hogy jobb legyen, hogy tisztességes legyen, hogy becsületes legyen, hogy jól dolgozzam, hogy megfékezem a nyelvemet például, hogy segítőkész legyek a szomszédommal, hogy észrevegyem a másoknak a baját, például segítsek. De ezzel meg egyféle dolog van ott van, hogy az ember belső természete olyan könnyedé hajlik a rossz felé. Elég csak egy italpoltot látni, és az ember látja, hogy mennyi szegény ember van, akinek gyenge az akarata. Vagy a fiatalságnál nézzük meg a kábítószer, csak egyszer kell megkóstolnia, utána képtelen ellenállni, valami belső erő viszi a romlásba, látja, tudja, hogy veszedelem felé halad. És nem bír szakítani. Hát ilyen esetekben szeretnénk segíteni. Még ilyen esetben is. Jól tudják, hogy Mária Osztrán egyházban. Én voltam az első, aki 89-ben a rabok közé bementem misét, és itt tanítam. Nagyon örömmel gondolok vissza azokra az órákra, amiket közöttük töltöttem. A múlt év őszén pedig a pesti központi Mar Fegyház
hűséges szeretetet mondatja az, s már is azt mondta éve a szülőknek, küldjék gyermekeinket a szentmisére és a hittanullára. Pár héttel ezelőtt valaki azt mondta, hogy hű atya, nagyon nagy örömmel ezt lett, tömbben ezt gyerekekkel a misére. Mert a férfi szentmisi alig voltak gyerekek. Jó, először vagyok itt, nem baj. De a következő vasárnap küldjék el a gyerekeket a kismisire, a diákmisire, és a hittanullára, amiket hamarosan meg fogunk kezdeni. Nem nekem fontos, nem az én érdekem, hogy azokból a gyerekekről milyen emberek lesznek, hogy a szüleinek örömére válnak, vagy keserűségükre, hogy könnyeztek-e majd, ha felnőnek a szüleik, vagy pedig örömmel fognak rájuk nézni és gondolni, hogy milyen nevén becsületes gyermekeink vannak. A család minden társadalomban a legfontosabb. Ha a családi élet tönkre megy, ha a gyermekek rosszat látnak, ha őket nem irányítják, nem vezetik a jó felé, akkor az a társadalom elpusztul. Az isteni kegyelem megáll, nem megy felé. Legfontosabb feladat a gyermekeknek az Istenhez vezetése, a jóra, a szépre, a nemesre való megtanítása. Hisz az a pici kis gyermek is ugyanúgy van, mint mi. Hogy könnyebb neki rossznak lenni, mint jónak. Ő is óriási harcot vív, küzd a rossz ellen, és ezeket a gyermekeket, a felnőtteket segíteni kell, hogy tudjanak győzni a rossz fölött, és a jót tudják választani. Hogy kerültem ide? Zugligetbe, Kozmai Uralka mellett voltam. Hisz ő annyira le van foglalva, nagyon rászorult arra, hogy valaki legyen ott, hogy helyettesítse őt, amikor országos vagy külföldi dolgaimban el van foglalva. Egy 3-4 napra ezelőtt valaki, közös ismerésünk kérte, hogy a vörösvári levárosnak segítsek valamit. Nem tudnék legalább egy szentmisét elvállalni vasárnapokon. Így kerültem ki az oltármunkához, végül is megegyeztünk a péntek este, és a vasárnap délután egy szentmisét elvállalom. S ahogyan a kiálltam, ismertem meg a problémát, majd utána mondta, hogy még egy falut kaptam, még szállóra is ki kell járni misézni, és akkor az oldalmat és a felküzékrét többet vállalnak. Atya, így nem. Beszélgettünk, gondolkodtam, és nagyon sokat imádkozva. Végül abban állapodtam meg, hogy a püspök úr felé kéréssel fordulom, hogy engedjen ide engem. Szántót lássam el, ezzel a Vörösvári Református fiának meg könnyedik a terve, ezt nem kell neki ide se hétköznap, se vasárnap kijönni. De továbbra is megtartjuk a kölcsönös együttműködést, és néha-néha ő jön ide, vagy én megyek ide, vagy ha éneket kell, az ő helyettesít, vagy én helyettesítem őt. Tehát egy testvéri közös együttműködés.
amiben tudok, amire képesítésed van, amire a Szentlélek és Jézus Krisztus erőt ad, a falunak, a községnek mindenben szívesen segíteni akar. Azt szeretném, ha mindenki terhét le tudná rakni itt a templomba, ha mindenkinek a lelkén változtatni tudnék, akik ide járnak, akik szeretik Isten, még jobban szeressék, akik nem járnak, távol vannak, azok jöjjönek ide, őket is várja, szerető Krisztus. Értük is meghalt a mi úrunk a kereszten, nem csak mi életünk, minden emberek kivétel nélkül. Jöjjönek ide, ez a templom mindannyiunknak közös lelki otthona. Itt a lélek szám. Nem számít az, hogy ki milyen volt. Az a számít, hogy milyen akar lenni, mivé akar változni. Ha valaki Isten szerető, emberré akar válni, jöjjön. De ha nehezére esik, annál inkább jöjjön, hogy segíthessek rajta. Napjainknak nagy gondjai, feladatai vannak. Közösségi szinten, ugyanúgy, mint egyházunk szintjén. Tegnap volt itt a Szentatyám, akivel Isten kegyelméből legalább 6-szor misíztem Rómába, az ő kis magán kápolnájába. Utána egy pár perces kis beszélgetést folytattam vele. Majdnem azt mondtam, hogy nagyon közelről ismerem. A lelkületi, és a valóban állíthatom, hogy ő Szűz Mária szeplőtelen szívének kiválasztott pápája. A szeplőtelen szívű szűzanya adta a világnak ezt az ember. De a tegnap, akik látták a tévében is, hogy mennyire megfáradta már, mégis utazik, mégis beszél, Uram Isten még magyarul is, pedig az a lengyeleknek is nagyon nehéz megtanulni, hogy sokszor voltam közöttük, és azt mondtam nekik, hogy tudjátok, atyám, amilyen nehéz nektek magyarul megtanulni, olyan nehéz nekem lengyelül megtanulni. Van is egyetlen egy betű, ami azt mondták, azt ne is próbálhatja, mert azt nem tudjátok kiejteni. Egyszerűen felmegy. És a pápa szerint, hogy a mégis milyen sokat beszélt tegnap magyarul. Ilyen időskorban, milyen akarat erő kellett neki, hogy gyakoroljon, hogy azt az évet valahogy kívül gyakorolna. Nem kötelezni őt senki arra, hogy utazzon meg, hogy tanuljon nyelveket. Meg kellett, hogy azt mondaná, nem megy az utazás, majd innen üzenek. De a lélek, szentőteresztő és szűzanya kirányít, hogy menj, fiam, menj közéjük. A jelenlétettel, az ott lézenek keresztül választom ki szentőterem szívemek keresztül Isteni fiamnak a kegyelmeit. Vidd a lépek közé, mint ahogy mondta is utalt rá, hogy ő neki az mások neve Pál, Szent Pál apostol, a népek apostolát utánoz, aki bejárt az akkor Isten egész világot. Hát ha egy ilyen pápánk van, és nem indul meg a lelkünk, a szívünk, amikor látjuk az ő nagy-nagy segítünk akaratát, hát nekünk is őt kell követni. A nagy Mária tiszteletben, ha egy nagyon kedvesünknek van, kis boldog asszony, a szűzanya születésének a napja. Nagyon elgondolkoztam azon, hogy pontosan 8-án kis boldog asszony ünnepén ezen a vasárnapon kezdtem el, így hivatalosan, nyilvánosan a működés.
életemen át végig kísért az utat. Mindig mindenütt, amerre voltam, ő állt mellettem, ő segített, sok-sok nehézségekbe, küzdelmekbe. Azért emlékezek most a rőre, az ő születésének a napján, hogy ne feledkezzünk el a szűzanyáról. Ezt a korszakot Mária korszakának is nevezik. Annyi és oly sok helyen jelent meg gyökre az ő szent fiának üzenetével, kérve bennünket, hogy forduljunk vissza az Istenhez, szakítsuk a rosszat, és térjünk meg, térjünk az Istenhez vissza. Alakítsuk át ezt a földi életet, ne engedjünk a gonosznak, a sátának, a csábításának, aki Szent Péter apostol szavai szerint, mint ordító oroszlán körbejár, lesik, hogy kit nyerjen el. Van-e, aki mernék tagadni, hogy szinte sátáni erők működnek ebbe a világba? Mindenütt valahol háborúskodás, éhínsége, mindenütt valamilyen borzalmas robbantások, Gázzal való gyilkolások fordulnak elő. És élnek a sátán imádók, még Magyarországon is. Védekezünk-e mi velük szemben? De hogyan védekezhetünk? Úgy, ha az Isten adta parancsoknak az útját járni, ha szeretetben összefogunk, ha megszüntetjük egymás közötti civakodás gyűlölködés, ha mindannyian a 10 parancsot valósítjuk meg életünkre. Ehhez pedig az kell, hogy összefogjuk, hogy szavak úgy fogadja az egész falu, mint az Isten üzenetét. Nem a saját javamat keresem, hanem Isten akaratát szeretném itt tolmácsolni, hogy azt elfogadják, hogy azt megvalósítsák. Nem csak akkor szeretnék találkozni e falu lakóival, amikor a temetőbe kell beszentelni, elhangolni, hanem életükben is szeretnék találkozni, beszélgetni, életükben is szeretném, ha ott a gyógynató székben is találkozhatnék mindenkivel. Hogy lelkükről le tudnám törülni a bűn, és helyébe az isteni kegyelem csodálatos erejét tudnám varázsolni oda. Szeretném, ha szebb lenne, jobb lenne ennek a közösségnek az élet. Tudom, nagyon nehéz munka, tudom, elkötelezettség kell, de én már életem nagyon-nagyon nagy részét Isten szolgálatába beléptem, a hátralévő idő még inkább akarom, hogy Isten Krisztus és Egyházam szolgálatába rábízottakért éljen le. Mert amikor majd megjelenett az Isten ítélőszéke előtt, amikor a végtelen örök szeretet megnyílik előttem, akkor befogadjon engem az ő hajlékába. De oda csak akkor fogad be, ha majd megállapít, hogy a rám bízottak közül is senki sem veszett el az én hibámból. Ha senki sem mondhatja, senki sem idekezhet azzal, hogy nem tudtam. Ha senki sem mondhatja azt, hogy nem figyelmeztette. Ha senki sem mondja azt, hogy nem volt, aki segített volna. Mint ahogy a mai evangéliumban is hallottam. Tehát segítek, készen állok mindenkinek a szolgálatára. Én akkor leszek igazán boldog,
válik a Földön is egy örömteli, békés időszakot kapjunk a Jóistentől. Odálljunk, ha pedig mindannyian együtt, örvendező lélekkel juthassunk be majd az örök és szép boldog mennyországba. Amen. Üdvözítünk, Atya, és Isten, itt a létás a szemét, így imádkozz.
Najprv hodili spasli, jak len išel klasek. I mi hovori, boli ste na rolke bola. Jak len išel jeden klasek, už sa vystrkal venieže ohryzek. Len klasek, tedy jeleni. A to bolo, no však, a to sa stalo teda. Ale čiže toto, čo sa stalo, to už potom len také mugle idú prada, kedy to tedy prvý klasek dondený. Toto svinia robili? A toto svinia, to vidíš, to svinia takto robí, že dole, dole zežere. A jeleň odlomí klasek, ako zahryznie. Jeleň a svinia toto dorobá. Vidíš, toto všetko vieky k svinia. Leci, kde je jeden klasek, zapad to v kukurici tu bude. Celinu, aj handry, aj črevice staré. A zelím večer som doniesla zapatok, čo večer podkladí. A na zakalváriu hovorím, tam aj voderákovi, ako Evionkovej chodia páliť, aj Tono chodil páliť, aj Imerko chodil páliť, takže tam by bolo malo byť ochránené. A čil mi hovorí Františka, bola si na rolke? Bola, ani mi ju nespomínaj.